Egy római anglikán templomba látogatott a pápa. Dokumentumfilm két volt kolumbiai gyerekkatonáról. Bepillantás a Vatikáni Múzeumok restaurációs műhelyébe. Itt a római riportokban. Ferenc pápa 2017-ben Portugáliába, Indiába és Bangladesbe szeretne elutazni. Most úgy tűnik, hogy ezekhez még hozzájön egy dél-szudáni látogatás is. Erről a szándékáról a Minden Szentekről elnevezett anglikán templom meglátogatásakor beszélt. Perché sono venuti i vescovi l'anglicano, il presbiteriano e il cattolico, tre insieme a dirmi, per favore venga in Sud Sudan, soltanto una giornata, ma non venga solo, venga con Justin Welby, cioè con l'arcivescovo di Canterbury. A legutóbbi általános kihallgatáson a pápa arra kérte a humanitárius szervezeteket, hogy segítsenek Dél-Szudánban. Az ország élelmiszerellátása korlátozott, és júliusra legalább 5 millió ember kerülhet az éhhalál szélére. Éhínség és háború sújtja az országot, de a pápa ennek a három püspöknek a kérését sokkal fontosabbnak tartja minden politikai és katonai rossz előrejelzésnél. Da loro chiesa giovane è venuta questa creatività. Stiamo pensando di se può fare, la situazione è troppo brutta laggiù, no? Ma dobbiamo fare, perché loro, i tre insieme vogliono la pace e loro lavorano insieme per la pace. Ezen az ökumenikus találkozón a pápa az anglikán hívők spontán kérdéseire is válaszolt. Incoraggiamoci gli uni agli altri a diventare discepoli sempre più fedeli di Gesù. Sempre più liberi dai rispettivi pregiudizi del passato e sempre più desiderosi di pregare per e con gli altri. A látogatás apropója a plébánia fennállásának 200 éves, valamint az anglikán-katolikus párbeszéd 50 éves évfordulója volt. A pápa megáldotta ezt a Jézus képet, és ajándékokat fogadott el a családoktól. Ferenc pápa az olaszországi Capodarco közösséggel találkozott. Ez a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő civil szervezet nehéz helyzetben élőkön, főként mozgássérülteken segít. A közösség alapítója, Franco Monterubanessi atya és jelenlegi vezetője, Vinicio Albanesi atya személyes történeteket és élményeket osztottak meg. Una ragazza una volta mi disse: tu non sai che significa non essere mai desiderata da nessuno perché avevo la poliomielite. Cose brutte. E invece ogni persona ha la sua dignità, ha il suo calore umano, la sua anima, il suo spirito. A pápát szemmelláthatólag nagyon meghatották a történetek, és hálával válaszolt az elhangzottakra. Con voi ringrazio il Signore per il bene compiuto in questi anni al servizio delle persone disabili, dei minori, di quanto vivono situazioni di dipendenza e di disagio. E le loro famiglie. Voi avete scelto di stare dalla parte di queste persone meno tutelate, per offrire loro accoglienza, sostegno e speranza in una dinamica di condivisione. In questo modo avete contribuito e contribuiti a rendere migliore la società. Ferenc pápa megköszönte az önkéntességüket, és hogy felismerve minden emberben a méltóságot, szerepet szánnak a fogyatékkal élőknek a társadalomban.
Vi incoraggio a proseguire su questa strada che vede in primo piano l'azione personale e diretta dei disabili stessi. Si tratta di promuovere la dignità e il rispetto di ogni individuo, facendo sentire agli sconfitti della vita la tenerezza di Dio, Padre amorevole di ogni sua creatura. Ezek után a pápa legalább 30 percen át személyesen is köszöntötte a fizikai és szellemi fogyatékkal élőket. A Capodarco közösség jelenleg Olaszország 11 régiójában és 14 városában van jelen. Ferenc pápa bekapcsolódott egy olyan probléma megvitatásába, amiről jellemzően nem olvashatunk az újságok címoldalán, de aminek a következménye megsemmisítő lehet, ez pedig a szennyezetlen vízhez való hozzáférés joga. A világ mintegy 100 hozzáértő szakembere előtt szólalt fel, hogy a vízhez való hozzáférés joga váljon központi fontosságú témává a törvényhozásban. Ez doloroso ver cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera al agua como un derecho humano. Más doloroso aún cuando se quita lo que estaba escrito allí y se niega este derecho humano. Yo me pregunto si en medio de esta tercera guerra mundial a pedacitos que estamos viviendo, no estamos en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. Felelevenítette az ENSZ hátborzongató adatait a hasmenéses betegségek következtében történt elhalálozásokról, ami az 5 év alatti gyermekek halálozásának harmadik legfőbb oka. Y no olvidemos los datos, las cifras de las Naciones Unidas. No olvidemos que cada día 1000 niños, cada día, mueren por enfermedades en relación con el agua. Muchas gracias. A szakértők 2 napig vitatták a gyárak által termelt és büntetlenül a folyókba eresztett járulékos szennyezettség okait és megállításának lehetséges megoldásait. Egy a társadalmi problémákra és a munkások védelmére érzékeny, nem hívő szemszögéből úgy gondolom, hogy a pápa az egyetlen világvezető, aki az igazságtalanság és az egyenlőtlenség elleni küzdelem diskurzusában ténylegesen részt vesz. Sajnálatos módon nem látom, hogy mások is követnék a példáját. Úgy gondolom, tudjuk, hogy a vízhez való emberi jog deklarálása nem oldja meg a világ víz problémáit, de egy fontos lépés annak elismeréséhez, hogy létezik a probléma, és felhívás a kormányokhoz a lépések megkezdésére. A pápa más alkalmakkor is felhozta a víz problémáját, de a 2015-ben kiadott Laudato Si kezdetű enciklikája volt ezek közül a legalapvetőbb. Ebben a társadalmi írásában a bolygó fenntartható gondozására ösztönöz. Egy nehéz Európa Liga meccset megelőzően a Villarreal futballjátékosai meglátogatták a pápát a Vatikánban. Ferenc pápa nem ígérte, hogy imádkozik Róma csapata felett aratott győzelmükért, viszont beszélt a mindennapokban is fontos csapat szellemről. A sportot az élethez hasonlította, mert az is egy csapatjáték, mondta, ahol áldozatokat kell hozni egymásért. A fiatalokkal szembeni felelősségükre is felhívta a figyelmüket. Muchas personas, especialmente los jóvenes, los admiran, los observan, quieren ser como ustedes. A través de su profesionalidad, están transmitiendo un modo de ser a aquellos que les siguen, sobre todo a las nuevas generaciones.
Végül azt mondta nekik, hogy sose feledjék azokat az embereket, akik a csúcsra segítették őket. Akárcsak az életben, a fociban is legyenek hálásak és ismerjék el azok segítségét, akik legtöbbször névtelenül a háttérben dolgoztak. A Szolidaritás Dél-Szudánnal egy olyan szervezet, amelynek célja, hogy segítsen az országban, amelyet az elmúlt években a háború borzalmai sújtanak. A dél-szudáni, főként vallási közösségek úgy élik meg a helyzetüket, hogy a világ megfeledkezett róluk. Sokszor kérik az emberek, kérlek, ne feledjetek el bennünket, ne feledjétek, hogy mi is létezünk, és nem kérnek sem élelmiszert, sem pénzt, csak azt, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy léteznek. Judit nővér látott már krónikus éhínséget, amelyben emberek százezrei szenvednek Dél-Szudánban. Az ország inflációja 300%-os. Vannak elszigetelt emberek, főként az esős időszakban, akik csak füvet esznek, mert nincs más. Tényleg éheznek. Saját szemünkkel láttuk. Mindenki nagyon sovány, és a helyzet nagy feszültséget okoz mindenkiben. Egy összeomlott állam és az azt követő háború elképzelhetetlen bűncselekményeket szül. A halottakat rég nem számolják. Nemrég érkezett a hír, hogy egy rendőr azért lett öngyilkos, mert nem kapott fizetést, és nem tudta nézni, hogy a gyerekei éhen halnak. Ha nem oldódik meg a helyzet, akkor minden rosszabbra fog fordulni. Szerzetesek és szerzetesnők, illetve az olyan szervezetek, mint a Szolidaritás Dél-Szudánnal, arra vállalkoznak, hogy segítsenek. Hiszik, hogy minden látszat ellenére lehetséges a béke és a fejlődés. Etiópia lakossága az extrém szárazságtól szenved, és ennek következtében alig van élelmiszer az országban. Több száz olyan gyerek van, akik több kilométert gyalogolnak az iskolába üres gyomorral. John Kozár, a Szentszék közel-keleti ügyekkel foglalkozó szervezetének elnöke, azért ment Etiópiába, hogy együtt lehessen a legkisebbekkel és az öregekkel. Megtiszteltetés, hogy a legegyszerűbb módon segíthetek, másrészt nagyon jelentős módon. Kekszet tudunk adni nekik. Ez a szervezet egy olyan pápai kezdeményezés, amely a közel-keleten, Nyugat-Afrikában, Indiában és Kelet-Európában segít, az egyházakon és az embereken, most már több mint 90 éve. John Kozár élelmiszert vitt Etiópiába, hogy az emberek legalább egy kicsit enyíthessék az éhségüket a forró napokon. Ezeknek az embereknek szó szerint semmiük sincs, de szeretettel vannak egymás iránt, és mindenüket megosztják egymással. Az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, amikor az egyik kislány beleharapott egy kekszbe, és a többit nekem nyújtotta. A legfontosabb katolikus erényt mutatta meg nekem. Az egyik embernek két keksz jutott, megette az egyiket, a másikat pedig becsomagolta, hogy hazavigye a családjának. Egy nagyon egyszerű kunyhóba látogattunk el. Az asszony épp megfejte a kecskét, de az első dolga az volt, hogy nekünk is adott egy csésze kecsketejet. A szervezet tagjai tudatában vannak annak, hogy nem tudják megoldani az emberek problémáit, de éreztetik velük, hogy nincsenek egyedül. A két fiatal erőteljes megnyilatkozásait hallhatjuk a Fegyverszünet című filmben. A Szalézi Rend készítette azt a dokumentumfilmet, amely bemutatja a kolumbiai gyerekkatonák durva tapasztalatait a gerillák között. Immár több mint 50 éve annak, hogy a kolumbiai forradalmi fegyveres erők, a Nemzeti Felszabadító Hadsereg elnevezésű félkatonai szervezet és az állam fegyveres konfliktusban állnak egymással. Ez a konfliktus sok kiskorút arra késztetett, hogy fegyvert ragadjon. Catalina és Manuel még nem voltak 15 évesek, amikor csatlakoztak a kolumbiai forradalmi fegyveres erőkhöz, hogy megszabaduljanak a nyomorból. Voltak olyan pillanataim, amikor úgy éreztem, hogy többé már nem is vagyok a világon.
Volt egy robbantás, ami nyomokat hagyott a testemen, és máig is problémáim vannak miatta. Sok harcban vettem részt, de Istennek köszönhetően megmenekültem. Nehéz volt elveszíteni azokat az embereket, akik fontosak voltak nekem. Manuel 8 éves volt, amikor bátyjával együtt elszöktek otthonról. Együtt léptek be a gerillák közé, de aztán elszakadtak egymástól. A bátyját megölték, és Manuel elhatározta, hogy kilép a szervezetből. Nagyon nehéz új életet kezdeni, mert a korábbi tökéletesen más világ volt, ahol nem bízhattál meg senkiben, még a legjobb barátod is az ellenségeddé válhatott. Katalin és Manuel szerencsések. Elmondják, hogy a szalésziek sokat segítettek nekik felismerni, hogy másképpen is lehet élni, szeretetben és bizalomban. A szalézi közösség 14 éve dolgozik Medellínben, a Don Bosco központban. A konfliktus több mint 2300 fiatal áldozatának segítettek eddig. Pszichológiai segítséget kapnak, tanulhatnak vagy elsajátíthatnak egy szakmát. 90%-uknak sikerül csatlakoznia a munkaerőpiachoz. Most érettségiztem és kezdem a főiskolát. Hogy mit szeretnék legjobban? Egy saját otthont, és nagyon-nagyon szeretnék hivatásos ápolónő lenni. A szalézieknek köszönhetően tovább tudok haladni a céljaim felé. Mindkettőjük élete radikálisan megváltozott, és tanúsítják, hogy mindig adódik egy második lehetőség azok számára, akik kitartóan keresik azt. Most első alkalommal történt meg az, hogy televíziós operatőrök bemehettek a Vatikáni Múzeumok laboratóriumaiba. Itt a szakemberek azon dolgoznak, hogy a világ minden részéről érkező művészeti tárgyakat restaurálják. Egy-egy alkotás felújítása sok tanulmányozást és hosszú távú elköteleződést kíván. Mindenek előtt szükséges tudni, hogy milyen anyagok vannak a felszínen, és a szakember tudja ezt a tapasztalatából, vagy azáltal, hogy hosszan megfigyeli, vagy tudományos elemzés árán, amelyet laboratóriumokban végzünk el. Csak kevesen tudnak arról a kulturális gazdagságról, amit ezek a zárt szobák rejtenek itt a Vatikáni Múzeumokban. Ez a világ egyik legfontosabb múzeuma, mivel az itteni épületegyüttesben több mint 80 ezer művészeti alkotás található a különféle történelmi korokból. A múzeumi restaurátorok között vannak biológusok, kémikusok, kutatók és kurátorok, és közös munkájuknak köszönhető, hogy egy-egy alkotás újra életre kelhet, amelyek közül egyesek akár több ezer évesek is lehetnek. Quanto siamo strane all'interno di un museo. Ma ennek a múzeumnak a kevésbé ismert, ám általánosan elismert mesterművein dolgozunk. Ebben a múzeumban található például a világ egyik leghíresebb etnológiai múzeuma, amelynek tartalmát egyes pápák gyűjtötték, és ezáltal korukat megelőzően népek emlékeit örökítették meg. Körülbelül 6 millió ember látogatja évente a Vatikáni múzeumokat. Itt egyszerre láthatnak görög-római műveket, de etruszk és egyiptomi darabokat is. Olyan művészek, mint Giotto, Caravaggio, Leonardo, Michelangelo vagy Raffaello továbbra is elkápráztatják a látogatókat, és műveikben bővelkednek ezek a múzeumok. Természetesen ezen nagy nevek mellett Kína, Tibet, Indonézia vagy Tájföld művészeinek alkotásai is megcsodálhatók. Ezek az alkotások a különböző kultúrákban a kreativitás, a szépség élő tanúi. A múzeumok ma a kommunikáció és nevelés rendkívüli eszközei. Mi hiszünk a kulturális mediátor szerepében, és hogy a restaurátor az emberek szolgálatában áll, és ezáltal társadalmi és nevelő értéke van. Egy olyan különbözőség, amely egyesít és nem szétválaszt, párbeszédre sarkal és hidakat épít.
A múzeum mindig talál közös pontokat, egymástól bármilyen távol álló kultúrákat mutasson is be, és ezt a közös pontot azzal éri el, hogy az egész emberiségnek helyet biztosít. Csak néhány olyan mű maradt Olaszországban, amely El Grecótól származik. Szinte minden egyes alkotása Spanyolországban található. A 16. század végéről származó festő alkotásai nagyrészt vallási témájúak. Az elkövetkező hetekben egészen április 17-éig a római kapitóliumi múzeumok adnak otthont az angyali üdvözletnek. Ennek fejében a múzeumnak Caravaggio egyik legjelentősebb alkotását kellett cserébe adnia. Mindig vannak komplikációk, amikor ilyen kényes művekkel van dolgunk, de ez annak a gyümölcse, hogy mi is odaadtuk a múzeumnak Caravaggio La Bonaventura festményét, amelyet korábban szinte sohasem adtunk ki. A neve ellenére ez a kép nem az angyali üdvözletről, hanem a megtestesülésről szól. A képet El Greco a madridi megtestesülés kollégiuma templomi oltárképének szánta. Ez annak a pillanata, amikor Máriának az angyal híre után kétsége támad. Hogyan lehetséges, hisz férfit nem ismerek. A bal keze tartása a szüzességét szimbolizálja. Az angyal válaszol. A Szentlélek fog leszállni rád. És abban a pillanatban a Szentlélek galamb képében megjelenik. Ez a megtestesülés pillanata. El Greco Krétán született, de művészi képességét Velencében, Rómában és Toledóban tökéletesítette. Művei magukon hordozták több kor stílusát, a bizáncit, a reneszánszot és a Michelangelo féle manierizmust. Csak 1800 után lett népszerű, amikor az avantgárd mozgalom elismerte eredetiségét. És nagy hatással is volt az utókorra, hiszen sokan mondják, hogy Picasso alkotásait az Avignoni Múzeumban El Greco képeik lették. Ennek az eredeti festőnek a kreativitását és zsenialitását csak a későbbi korokban fedezték fel, és az idő valóban a reneszánsz egyik leghíresebb festőjévé tette. Következő adásunkban elkísérjük Ferenc pápát nagybőjti lelki gyakorlatára itt, a Római